Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Kapos Sport magazin legújabb adását látják. Ismét bajnok lett a Finó Kaposvár. Az együttes ugyanis szombaton a férfi röplabda extraliga döntőjének negyedik meccsén 3-0-ra legyőzte a székesfehérvári MÁV Előre csapatát. Ezzel összesítésben 3-1-re nyerte meg a párharcot, és története 19. bajnoki címét szerezte meg. Rengeteg néző fogadta ezúttal is az arénában a Finó Kaposvárt a bajnoki döntő negyedik meccsén. A kéknemes házigazda együttes összességében 2-1-re vezetett a párharcban, így arra készült, hogy lezárja a sorozatot és megszerezze története 19. bajnoki címét. A Finó ennek megfelelően parádésan kezdett. Az első szett elején 7-2-re el is húzott az együttes Baróti Árpád ásznyitása után, és bár olykor felzárkózott a MÁV Előre, a kaposváriak őrizték előnyöket a folytatásban is. A játékrész végén Bögöly Gábor sáncolt nagyot, így 25-19-re megnyerte a szettet a Finó, és 1-0-ás vezetést letett szer. A második felvonás sokkal szorosabb volt, sőt a MÁV Előre 5 pontos előnyben is volt már, mire a hazaiak 16-16-nál utolérték ellenfelüket. Onnantól kezdve viszont fölénybe került a Finó, és megnyerte a második szettet is. Így már csak egy játszmányira volt attól a hazai csapat, hogy bajnok lehessen, és a játékosok igyekeztek is dűlőre vinni a dolgot. Habár sokáig szoros volt a harmadik játékrész, 16-14 után kezdett elhúzni riválisától a Kaposvár. Egymás után jöttek a remek támadások, és szinte parádézva jutott el mérkőzés labdáig a hazai együttes. Baróti ásznyitásai után a végén már felállva várta a hazai közönség, hogy megszülessen a mindent eldöntő pont. 24-16-nál Reggio Kocsi ütötte ki outra a labdát, ez pedig azt jelentette, hogy a Finó Kaposvár lett a bajnok. Az együttes 6 év után tudott újra aranyérmes lenni az élvonalban, összességében pedig immáron 19-szer. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a csapatomnak. Abszolút magas szinten tökéletesen játszottak, betartottak minden taktikai utasítást. Minden tiszteletünk a fehérváriaké, de ma igyekeztünk esélyt sem adni nekik, és lezárni ezt a sorozatot. Hálás köszönet a szurkolóknak is, ez a hangulat elképesztő volt. Az egész stáb és a vezetőség is nagyszerű munkát végzett a rájátszás során. Minden támogatást megkaptunk, tökéletesek voltak a feltételek, mondta el kérdésünkre a hazaiak mestere. A díjátadás során jelentették be azt is, hogy a férfi bajnokság idei legjobb játékosa Bögöly Gábor lett. A Finó szélső ütője külön kiemelte, hogy szezon közben mélyről kapaszkodott vissza a csapat, és lett végül bajnok. Nagyon sokat voltunk lent, talán rekord volt, hogy annyit voltunk lent egy évben, de hála égnek, amikorra kellett, felkerültünk. Fent vagyunk most a hullámvasút tetején, nagyon sokat dolgoztunk. Megmondom őszintén, hogyha a vezetőség januárban nem hozza meg ezeket a jó kis döntéseket, ezeket a cseréket, akkor valószínűleg a realitás az lett volna, ahol az alapszakaszt befejeztük, de köszönhetően nekik is, az edzőnek is, meg hát mindenkinek, aki ebbe benne volt, itt vagyunk, és ma mi vagyunk a bajnokok 19-szer, szóval óriási élmény. A Finó Kaposvár az alapszakaszt mindössze az 5. helyen zárta. Ezt követően januárban feladót cserélt az együttes, és érkezett a csapathoz a cseh válogatott Lubos Bártunyek, valamint leigazolták Baróti Árpádot is. A két játékos új szint és lendületet hozott, ezt követően az együttes veretlenül zárta a középszakasz alsóházát, majd végül bajnoki címig jutott. Újra előnybe került a kaposvári női röplabda klub a bajnokság 5. helyéért kiírt párharcban, miután szombaton hazai pályán 3-1-re legyőzte az UTE gárdáját, így összesítésben 2-1-re vezet a sorozatban. 1-1-es állásról folytatódott szombaton a Kaposvár arénában a női röplabda extraliga 5. helyéért kiírt párharc. Az első felvonást hazai környezetben nagy csatában megnyerte a KNRC, majd múlt kedden összesítésben az UTE saját pályáján egyenlített egy magabiztos győzelemmel. A párharc harmadik meccsén az első szett ugyanolyan nagy csatát hozott, mint eddig végig a sorozat. Sokáig hol az egyik, hol a másik csapat volt 1-2 pontos előnyben, majd a KNRC 19-16-ra ellépett és megnyerte a játszmát. A második felvonást 3-0-val kezdte a hazai csapat, és utána is jó darabig őrizte előnyét a Kaposvár. Az UTE azonban 18-16-ra fordított, és végül a szettet is megnyerte, így kiegyenlített a lila-fehér gárda. A KNRC azonban nem roppant össze ettől, mi több, a harmadik szettet nyerte a legnagyobb különbséggel 25-16 arányban.
A hazaiak végig domináltak támadásban, és a sáncok is rendre a helyükön voltak. A negyedik játszmában igyekezett meccsben maradni az UTE, de általában a KNRC volt néhány pontos előnyben. 19-15-nél már a második időkérésüket is elhasználták az újpestiek, de mind hiába. A végén egy elképesztően hosszú labdamenet, és számos nagymentés után Gyimes Zsófia pontjával megnyerte a mérkőzést a Kaposvár. Fiatal csapatunk van, emiatt idegenben nem vagyunk olyan magabiztosak, mint itthon. Ebben fejlődnünk kell, főleg a következő meccs tekintetében, ha ott le akarjuk zárni a párharcot. Ma sokkal pörgősebbek, agresszívabbak voltak a lányok. Kívülről ez lehet, hogy nem látszott, de a taktikát is jól megvalósították. Nem volt tökéletes a játék, de az agresszivitás és a taktika elég volt ahhoz, hogy legyőzzük a jó erőkből álló UTE-t, mondta a meccset követően Vincent Lacombe, a KNRC vezetőedzője. Személy szerint a csapatomon egy kicsit fáradtabb, dekoncentráltabb játékot éreztem, mint amit mi tudunk játszani. Több helyen csúszott bele pontatlanság, figyelmetlenség a játékunkba. Ezzel talán egy kicsit megkönnyítettük a ma tényleg jó játszó Kaposvár játékát. A Kaposvár ezzel újra előnybe került összesítésben, és 2-1-re vezet a párharcban, így egy győzelemre van az ötödik hely megszerzésétől. A sorozat következő meccse kedden 19 órakor lesz a fővárosban. A szeles idő ellenére is remekül sikerült a kaposvári vízügyi SC szezonnyitója április utolsó hétvégéjén. A maratoni szakák kiválóságai is városunkban jártak, az utánpótláskorúakat pedig a Víg Sándor emlékverseny várta. A szezonnyitó kezdete előtt a hozzátartozók mellett Dér Tamás alpolgármester és Nádasdy Tóth Attila, a kaposvári vízügyi SC elnöke koszorúzta meg a verseny névadójának emléktábláját. Ez az erőpróba hagyományosan a sportolók felkészülésének egyik fontos állomása. Ezt a versenyt a felkészülés egyik állomásának tekintjük. A felkészülésünket az időjárás egy kicsit befolyásolta, de hát ugye ez nem panasz, mert ez mindenkit érintett. Annyi volt ugye egy kicsit rossz, hogy az edzőtáborból hazaérkezve elég hideg idő fogadott minket, ezért betegség is hátráltatta, valakinek annyira elhúzódott például Lipói Várkonyi Zéténynek, akit szép eredményt vártunk tőle, hiszen ő nyerte az országos fizikai felmérőt, ő nem is tudott rajthoz állni. A tavalyi bajnok Szerapin Zsófia sem állt rajthoz, mert rá most az IPI válogatottban számítanak az 504-es vezéreveszőseként. A magyar kajakkenu sport, így a maraton szakág is az Európa bajnokságra készül. Azt tudni kell a sportról, hogy a szezon első versenye, az mindig tartogat egy kis meglepetést, egy kis plusz drukkot a versenyzők számára, itt előjöhetnek még a hibák. Most még van idejük kijavítani, és akkor reményeim szerint minél erősebb csapat indul a magyar bajnokságon, és ezáltal majd az Európa bajnokságon is. A desedai erőpróbát a Nemzetközi Szakszövetség vezetősége is meglátogatta. Ez egy varázslatos környék, nagyon szép a környezet, sok-sok evezőst látok a vizen, és ez az, ami nekünk a legfontosabb, mondta e stábunknak a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség maratonbizottságának elnöke. A maratonisták versenyében 20 kilométeren K1-es férfi felnőtt kategóriában a kaposvári Csima Ferenc hetedik lett, ugyanezen a távon az ifjúságiak között Mácsai Zsombor Ádám a 8. helyen végzett. A Víg Sándor emlékversenyen ugyanakkor két vízügyes arany is született. 2000 méteren az U13-as lányok mezőnyében Huma Lujza, az U14-es fiúknál pedig Szerafin Mátyás lett az első. Első alkalommal rendezte meg az első MCM Diamant Adorján Ese a Dr. Tóth László úszó emlékversenyt a közelmúltban. Az idén elhunyt legendás fülorvégész 1000 szállal kötődött az egyesülethez, amelynek bő 10 éven keresztül elnöke is volt. Dér Tamás alpolgármester a kupa megnyitóján Dr. Tóth Lászlóra, a verseny névadójára, az egyesület korábbi elnökére emlékezett. A város szerte jól ismert fülorgégész az első MCM Diamant Adorján Ese működését haláláig szívén viselte. Dr. Tóth László emlékére szervezzük ezt a sporteseményt. Ő bő 10 évig volt az egyesületünknek az elnöke, személy szerint az én keresztapukám, és a város számára nagyon-nagyon sok mindent segített. Ő alapította meg az audiológiai központot is a Durecki iskolájában, és nagyon sok gyermeket tett hallhatóvá, miközben a sportolónk számára meg azért dolgozott, hogy mindent megteremtsen annak érdekében, hogy minél sikeresebb
sikeresebbek legyenek. A felkészülési úszóversenyen 200 versenyző összesen 700-szor állt rajtkőre. Az erőfelmérőn a tavalyi év egyik legjobb kaposvári sportolója, Lengyel Tóthy Bence is elindult. Két hét múlva lesz majd a kecskeméti 25 országos bajnokság, amire készülünk, úgyhogy ez most hát egy jó út lesz így a felkészülés szempontjából. Meglátjuk, hogy mennyire bírom el, hogyha több versenyszámot kell úszni egy program alatt, egy rövidebb program alatt, és szeretnék minél jobb időket úszni. A megmérettetést és a futamokat is egy bírói stáb ellenőrzi. Amikor a vezetőbíró vagyok, akkor én vezetem le a versenyt. Abban az esetben, ha indítóbíró vagyok, akkor a versenyzőket én indítom el a versenyen, és abban az esetben, ha sétálni látnak a parton, akkor én vagyok a stílusbíró, akinek azt kell nézni, hogy szabályosan úszik-e a versenyző. A házigazda Adorján Ese versenyzői közül összesen 45 érmet szereztek ezen a hagyományteremtő emlékversenyen. Az elmúlt évek óriási érdeklődéssel kísért kerékpáros versenyei után idén ismét rangos erőpróba érkezik városunkba. A Tour de Hongrie harmadik szakaszának rajtja lesz Kaposváron. A pénteken délben induló etap a Csiky Gergely Színház elől fog startolni, ugyanúgy, mint a vasárnapi felvezető túra, amelyet a Kaposvári Kerékpáros Klub szervezett. Tour de Hongrie-nak Kaposváron van egy tiszteletkörrel Beseda felé, ezt fogjuk először megtenni. Egy utolsó eligazítás a rajt előtt. A vasárnapi 35 kilométeres erőpróba szervezői a Tour de Hongrie harmadik szakaszának kaposvári rajtjára szerették volna felhívni a figyelmet, amellett persze, hogy a kerékpáros sportot is népszerűsítették. Mi úgy hirdettük meg, hogy ez ilyen 25 és 30 km/h közötti gyakorlatilag egy lassú rajtnak a menete. Két egyesületi nyilván rendőri felkísérés van, még biztosítás motorosokkal is, van két egyesületi autónk, és azzal próbáljuk közrefogni a mezőnyt, és hát aki nagyon-nagyon lassan megy, azok nagyjából nem tudnak ide eljönni, de azt gondolom, hogy nem versenytempó, tehát azért egy lakosságnak egy jó kezdeményezés. A Kaposvári Kerékpáros Klub tagjai elsősorban a térségben élőket szerették volna megmozgatni ezzel a kihívással. Nagyon jó, hogy újra, úgymond fénykorát éli itthon a verseny, illetve egyre magasabb szinten jegyzik már, egész komoly mezőny jött már össze idénre. Úgyhogy én nagyon szurkolok a magyar résztvevőknek is. Az immár Pro Series kategóriába tartozó Tour de Hongrie mezőnyét idén a világ legnagyobb sztárjai alkotják a Tour de France-ra való felkészülés jegyében. A klasszisok megjelenése mindig nagy hatással van a feltörekvő generációkra. Szerintem ez nagyon jó hangulatot ad az egész környéknek, és valószínűleg még többen kezdik el a kerékpározást. Összesen 9 World Team, vagyis a kerékpár sport krémjét jelentő elit együttes szerepel majd az induló csapatok között. Nagy küzdelemben fordított a csurgói rangadón a Veszprém élvonalbeli férfi kézilabda csapata. Az NB1 23. fordulójának talán a legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzését 28-27-re nyerte meg a bakonyi alakulat. Izgalmas meccsen szurkolhattak a csurgóiak a helyi sportcsarnokban. A hazaiak végigvezettek 2-3 góllal az első félidőben. A Telekom Veszprém akkor még nem tudott felzárkózni, így 30 perc után a somogyiak 3 gólos előnyét mutatta az eredményjelző tábla. A második félidőben azonban gyorsan fordított a Veszprém. Felállt a védekezésük, és ez lebénította a csurgót. 10 perc elteltével már a bakonyiak vezettek 3-mal. Innentől a hazaiak futottak az eredmény után, méghozzá sikeresen. 4 perccel a vége előtt ismét egyenlő volt az állás. A hátralévő időben azonban már csak egyetlen veszprémi találat született, és a vége 28-27-es vendéggyőzelem lett. Először is gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, és a csurgónak is a nagyszerű játékhoz, amit ma mutattak. Az első félidőben nagyon jól játszottak. Mi is megpróbáltuk felvenni a fonalat. A szünet után a csapat nehezen állt bele a játékba. Nem voltunk teljesen együtt. Főleg védekezésben voltak hiányosságok. A második félidőben 5-1-es védekezésre váltottunk. Ami jobban működött, kapaszkodtunk, 3 gólos vezetést értünk el, és Rodrigo védésével sikerült megnyerni a találkozót. Értékelt a lefújást követően a vendégek mestere.
Én úgy gondolom, hogy úgy készültünk, ahogy eddig, nyilván tudtuk, hogy minden pozícióban itt világsztárok vannak, tehát tudtuk azért, hogy kik az esélyesek a mérkőzésen, de én nagyon-nagyon örülök annak, hogy a ilyen mérkőzést tudtunk játszani, még hogyha egy gólt is kaptunk, én úgy érzem, hogy rászolgáltunk a pontra, mert nagyon-nagyon jól játszottunk, jól működött az első fél időben a támadójátékunk, gólokat tudtunk lőni. Ami sajnos megpecsételte a sorsunkat, az a második fél idei veszprémi kapusa, hogy benállt a második fél időben, hogy sajnos sok helyzetet kihagytunk, és ott meg tudták fordítani a mérkőzést, ott azok a végjátékban nagyon sokat számítottak, és még így is tudtunk ugye az egy pontért támadni a végén, ami sajnos nem sikerült, de gratulálok a csapatomnak, gratulálok a Veszprémnek a győzelemhez. A somogyi csapat következő ellenfele a Gyöngyös gárdája lesz. Kedves nézőink, friss sporthírekért, videókért látogassák meg internetes oldalunkat, a kapos.hu-t. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!